Jó napot kívánok, kedves nézőink! Nyilván önök is láttak már olyan filmet, ahol Marcon a rendőrtiszt áll egy ajtó előtt, és erősen üldöz valakit, aki bent van, nehogy valamilyen baja legyen. Védik a tanút. De a tanúvédelem ennél sokkal több, sőt a tanúskodás is ennél sokkal több, és a ma esti szakértőinktől azt is tudjuk, hogy nagyon keveset tudnak az emberek arról, hogy mi az, hogy tanúság, hogy lehet őket védeni, hogy lehet őket kezelni, hogy kezeli őket a bíróság. Postanévő Krisztina bírót, a tanúgondozási koordinátort köszöntöm a stúdióban, és Kovács Ildikó bírónőt, aki a szexádi törvényszék sajtószóvivője. Szóval, hogy tisztázzuk a dolgokat, mi az, hogy tanú? A tanú az eljárásnak egy nagyon fontos szereplője, akit a bíróság a bizonyítási eljárás során indítványra megidéz. A tanúnak erre az idézésre kötelezettsége a bíróság előtt megjelenni. Abban az esetben, hogyha valamilyen elháríthatatlan akadályba ütközik ez, akkor azt kötelezettsége előzetesen, alapos indokkal, vagy esetleg utólagosan kimenteni. Mennyire vannak tisztában az emberek azzal, hogy ha őket beidézik tanúnak, akkor mit kell tenniük, vagy egyáltalán a tanúság fogalmával, vagy kötelezettségeivel mennyire vannak tisztában? Amióta a tanúgondozás program elindult, és a tanúgondozói hálózat fölállt, és a tanúk kérdéssel fordulhatnak a tanúgondozókhoz, azóta kiderült az, hogy nem mindenki van tisztában ezzel, tehát alapvető kérdéseket tesznek fel a tanúgondozókhoz annak megválaszolása érdekében, hogy muszáj-e eljönniük a tárgyalásra, pláne hogyha már a megelőző büntetőeljárásban tettek egyszer tanúvallomást, mivel tudnák kimenteni a távolmaradásukat, tehát ez a legfontosabb kérdésük. Ezen kívül is tesznek persze fel kérdést, hogy megtérítik-e a költségeiket, stb. Más irányú kérdéseket is tesznek fel, de nem mindenki van azzal tisztában, hogy mi vár rá abban az esetben, ha tanúként megidézik. És pont ez a félelem az, amit a bíróság ezzel a tanúgondozói programmal próbálna feloldani. Éppen ezért küldjük meg a tanúk részére az idézéssel együtt azt a tájékoztatót, ami tartalmazza a bíróság honlapjának megjelölését, meg a tanúgondozók elérhetőségét és nevét. Annak érdekében, hogyha a tanúnak bármilyen kérdése van azon túlmenően, amit az idézés tartalmazott, akkor vagy felkeresheti a törvényszék honlapját, és ott megkap minden tájékoztatást, vagy felhívja a tanúgondozót, és őtől is kérdezhet. Miért volt szükség erre a tanúgondozói hálózat fölállítására? Szóval, hogy az látszott nagyon, vagy a bíróság máshogy kezdett el közeledni a tanúk felé? A bíróság pár évvel ezelőtt elhatározta, hogy a szolgáltató jellegét fogja erősíteni, tehát a bírósághoz való hozzáférést megpróbálja megkönnyíteni. A tanúgondozás tekintetében ez alapvetően azt jelenti, hogy megpróbálja a tanút mindenféle tájékoztatással ellátni annak érdekében, hogy a tanúvallomását kimerítően, mindenre kiterjedően meg tudja tenni. Alapvetően emberi tulajdonságunk az, hogy félünk az ismeretlentől. Tehát a tanú, hogyha nem tudja, hogy mire számíthat, amikor megérkezik a tárgyalásra, akkor már eleve egy félelem van benne. Ezért is próbálnak a tanúk távol maradni az idézés ellenére a tárgyalástól. De hogyha van egy ilyen lehetőség, felhívhatja a tanúgondozót, tájékoztatást kérhet, akkor ezáltal sokkal bátrabban teszi meg a vallomását, ami a bíróságnak egyébként alapvető érdeke, mert a bíróság előtt folyó eljárásokban a bizonyításnak egyik kiemelkedő súlyú eszköze a tanúvallomás, ahol olyan információkat lehet az eljárás számára megszerezni, amelyik egyébként nélkülözhetetlen. Szerintem a köztudatban az van, hogy ha valaki nem megy el tanúzni, vagy tanúskodni, bocsánat, akkor kimegy érte a rendőr, megfogja és beviszi. Ennél kicsit bonyolultabb a helyzet, azt gondolom ma már, vagy könnyebben hozzá lehet jutni információkhoz. Milyen módon? Hát, hogyha a tanú nem jelenik meg, akkor igen, a bíróságnak ezek az eszközei megvannak, tehát megbírságolhatja a tanút, elővezettetheti, illetve az okozott költségek megtérítésére kötelezi, és alapvetően ismételten megidézi. Tehát, ha egyszer nem jelent meg, hogyha nélkülözhetetlen a vallomás, akkor úgyis újra megidézik, illetve hát, hogyha előállították, akkor pedig vallomást kell akkor tenni. Azt most már sokat mondja, hogy kötelezettsége van.
De ez mit jelent pontosan? Azon túl, hogy neki oda kell menni, és az igazat, a szintiszta igazat kell mondania, hogy látjuk. A tanúzási kötelezettség azt jelenti, hogy ha a bíróság megidézte a tanút, akkor neki feltétlenül meg kell jelennie. Amint mondtam, ha nem menti ki a távolmaradását, akkor tehát meg kell jelennie. Ha megjelent, akkor vallomást kell tennie. Ez alól a jogszabály persze kivételeket biztosít a hozzátartozói részére, hozzátartozók részére, illetve akik a foglalkozásoknál fogva titoktartásra kötelesek. De ha nincs ilyen mentesség, akkor meg kell tennie a tanúvallomását a tanúnak, és igazmondási kötelezettsége is van. Tehát ezek azok a kötelezettségek, amik a tanút terhelik, ezt jelenti a tanúzási kötelezettség. Tehát ez egy állampolgári kötelezettség. A félelemről beszéltünk. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a félelmet valamilyen módon oldjuk? Hát abban az esetben, ha egy tanú azzal hívja fel a tanúgondozót, hogy ő fél, mit tehet, nem szeretne jönni a tárgyalásra, mert mondjuk fél a vádlottól, vagy fél a felperestől, alperestől, bárkitől, akkor a tanúgondozó tájékoztatja arról, hogy lehetősége van tanúszoba használatot kérni. Ez a törvényszék területén, a szekszárdi járásbíróságon és a szekszárdi törvényszék épületében is van. A tanúszoba használat azt jelenti, hogy a tanúvallomás megtételét megelőző várakozási időt töltheti a tanú a tanúszobában, elkülönítetten az eljárás többi szereplőitől, tehát nincs annak kitéve, hogy ott a folyosón valamilyen inzultus éri várakozás közben. Aztán a tanúvallomását persze meg kell tennie a tárgyaláson. Most vannak persze egyéb védelmi lehetőségek. A tanúvédelemnek az egyéb részleteiről a kolléganom tudna inkább. Ildikó, hogyha felmerül annak a veszélye, hogy a tanút valamilyen bántalmazás éri azért, mert ő elment és elmondta az igazat, akkor lép életbe ez a folyamat, hogy valamilyen módon megpróbáljuk megvédeni? Nem csak, hogy valamilyen módon próbáljuk meg a tanúkat megvédeni, hanem visszakanyarodnék oda, hogy a tanúzási kötelezettség, ugye egy állampolgári kötelezettség, ahogy ezt a kolléganőm mondta, a tanúvédelem pedig egy állami kötelezettség. Az állam feladata az, hogy amennyiben kötelezettségként előírja, hogy egy tanúnak meg kell jelenni, és igazat kell mondani, és mindent el kell mondani, amit egy esetről tud, félelmének a leküzdésére az állam feladata, hogy megfelelő eszközöket alkalmazon, ez az a bizonyos tanúvédelem, illetve áldozatvédelem. Ezt a bíróságon is alkalmazzák. A tanú és áldozat védelemnek több lehetősége is van. Vannak jogi eszközök, amivel védhetjük, illetve védik a tanukat, és vannak bizonyos fizikai eszközei is a tanúvédelemnek. A bíróságokon, a bírósági eljárásokban, legyen az polgári vagy büntetőeljárás, elsősorban a jogi védelmi eszközök lehetőségével élnek a bírók, illetve a kollégáink. Ilyenek alatt értem például, hogy amennyiben felmerül, hogy a tanút esetleg megpróbálták megfélemlíteni, befolyásolni a bírónak, ezt hivatalból fel kell jelenteni, a hivatalból jelezni kell az illetékes szerveknél, és elindul az illetővel szemben a büntetőeljárás, hamis tanúzásra felhívás, hatóság félrevezetése, és számos olyan bűncselekmény van a büntető törvénykönyvünkben, amely bünteti azt, hogyha valaki megpróbál egy tanút még az eljárás előtt, vagy a meghallgatása előtt befolyásolni. Ezen kívül eljárásjogi eszközei is vannak a bíróságnak, a bíráknak a tanúk védelme érdekében. Ez akár polgári, akár büntető eljárásban egyértelmű, és mindenhol alkalmazzuk. Hát a legáltalánosabb, és ezt sajnos sokan nem tudják, az az, amikor megjelenik egy tanú a bíróságon, vagy akár már a rendőrségen is, és megkérdezik tőle, hogy kéri az adatai zárt kezelését. Na most ezek olyan kifejezések, amelyeket azt gondolom, hogy azt sem tudja, hogy mit kérdeznek tőle. Nyilvánvaló, tehát nem is kötelesség, és nem is feltétlenül kell tudni valakinek, azért próbáljuk meg ezt elmagyarázni. Tehát a legfontosabb és legáltalánosabb és alapvetőbb védelem, hogy zártan kezeljük az adatait, amennyiben kéri. Ez azt jelenti, hogy nyilván igazolnia kell magát egy fényképes igazolvánnyal bármilyen eljárásban, de ha kéri azt, hogy ezek a személyi adatok ne jelenjenek meg a jegyzőkönyvben, amelyet egyébként a
felek, a vádlottak, az eljárás résztvevői megismerhetnek, hiszen nekik joguk van oda belenézni, de ott ne derüljön ki, hogy a tanúnak milyen adatai vannak, hol lakik, mi a telefonszáma, mi az iskolai végzettsége és egyéb személyi adatai, akkor kérheti azt, hogy ezt zártan kezeljük, ez zárt borítékban az iratoktól elkülönítve kezeli a bíróság, és csak az bonthatja fel ezt a bizonyos zárt borítékot, aki az eljárásban részt vesz, a bíró, a titkár, vagy aki az ügyintéző, aki ezeket az adatokat kezeli. Mielőtt ebben mélyebben belemennénk, tisztázzunk egy fogalmat, hogy mi az, hogy áldozat, és mi az, hogy tanú. Visszaadnám a szót a kolléganőmnek ezzel kapcsolatban. Hát alapvetően a tanú, ugye, ahogy az, meghatároztuk, akit a bíróság a bizonyítási eljárás során azért megidéz, hogy az általa közvetlenül észlelt tényekről nyilatkozatot tegyen. Ezen a nagyobb halmazon belül az áldozatok halmaza, azok a sértett tanúk, akik egyúttal a büntető eljárásnak, vagy a bűncselekménynek az áldozatai. Őket a bíróság tanúként hallgatja meg az eljárásban. Őrájuk különösen érzékenyen figyelemmel kell lenni, hiszen egyszer már átélték az adott bűncselekményt, így a bíróságon, amikor a tanúvallomásokat teszik meg, akkor ismételten ugyanezt az élményt kell átélniük, és arról kell részletesen beszámolniuk, hogy mi hogy történt. Ez az áldozat védelem program, ami a tanúgondozáshoz 2015-ben csatlakozott, pont erre figyel, és ennek érdekében érzékenyítő képzésen vesznek részt a bírák is, és az ügyintézők is a bíróságon, hogy ezt megfelelően végezhessék, és az áldozatokat megfelelően kezeljék. Mennyire lehet eldugni egy tanút? Hát ez a sajnálatos módon, miután már megbeszéltük, hogy kötelező eljönni, kötelező megjelenni, vannak azért a jelenlegi bírósági épületeink, amelyeknek az adottságai azok fennállnak. Tehát azokon mi nem tudunk változtatni, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk őket eldugni, félelmüket orvosolni, úgyhogy még csak véletlenül sem találkozzanak, illetve se találkozzanak az adott ügy tettesével, követőjével, a vádlottal. Az előbbiekben már szó volt róla, hogy vannak ezek a bizonyos tanúszobák. Ezek úgy vannak kialakítva az épületeinkben, hogy ott biztos, hogy nincs találkozás a másik személlyel, akitől félnek. Vannak olyan speciális tárgyalótermeink, ahol, mint a filmekben látott, ilyen kis ablakok vannak kialakítva, hogyha például szembesítésre kell sort keríteni, de a tanú annyira fél, vagy az áldozat annyira fél az elkövetőtől, hogy még csak egy légtérben sem hajlandó tartózkodni vele, akkor itt a bizonyos ilyen kis ablakon keresztül is foganatosítani tudjuk a szembesítést, a felismerésre bemutatást, tehát ő oda bemegy, őt a vádlott nem látja, teljesen elkülönül, és nem tudja a későbbiekben beazonosítani. Még durvább vagy erősebb védelemben részesíthetőek a különösen védetté nyilvánított tanúk. Itt arra is lehetőség. Ők a büntető eljárásban szereplő olyan tanúk, akik leginkább erőszakos bűncselekményeknek az áldozatai, sértettei, viszont a tőlük való vallomás olyan bizonyíték, amelyet mással nem tudunk pótolni, tehát nagyon annak ellenére, hogy mi védjük az áldozatokat, az eljárás sikeres lebonyolításához szükséges az, hogy őket meghallgassuk. Viszont pontosan a félelmük, a fenyegetettségük miatt a büntető eljárási lehetőséget biztosít arra, hogy különlegesen védetté nyilvánítsuk őket, és innentől kezdve speciális szabályok vonatkoznak az ő meghallgatásukra, és ilyen speciális szabály az, hogy ebben a bizonyos legújabb távmeghallgató rendszerben oly módon hallgatjuk meg őket, hogy még csak nem is abban a helyiségben, akár nem is abban az épületben vannak, ahol a tárgyalás zajlik, ahol a vádlott van, hanem egy másik helyiségben vagy egy másik épületben, és a jelenlegi technikánk biztosít azt is, hogy mint ahogy a tévében, a filmekben is, vagy a híradásokban látjuk, hogy a kép mása, a hangja oly mértékben eltorzított, hogy a vallomását fel tudjuk venni, rögzíteni tudjuk, tehát a tartalma az adott, viszont se a vádlott, se az eljárás további résztvevői, kivéve a bíró, nem látja, és nem hallja, és nem tudja beazonosítani. Nyilván, bár én nem vagyok vizsgálóbíró, de nyilván minden esetben van olyan bizonyíték, vagy van olyan információ, amit csak egy valaki tudhat. Biztos van ilyen. Az, ha kiderül, az a,
a vádlott számára is egyértelmű lesz, hogy azt az információt kitől kaphatta meg a bíróság. Azt az embert hogy lehet megvédeni? Hát ez esetben lép életbe az a bizonyos, amit az elején már mondtam, fizikai védelem. Tehát ha a tanú feltételezi azt, hogy rá fog jönni a vádlott, hogy ki az, aki ezt a vallomást tette, még akkor is, ha zártan kezeljük az adatait, akkor is, ha eltorzítjuk, a tartalma alapján ki fog derülni. Viszont, mint mondottam, olyan fontos információt tud a hatóságoknak átadni, amely mással nem pótolható, és már megfenyegették, vagy pedig olyan fenyegetettség érzése van, hogy fél attól, hogy őt vagy a családját bántódás éri, akkor lépnek életbe a személyi védelem és a tanú védelmi programnak azok a lehetőségei, amivel ezt az állam garantálja, hogy nehogy bekövetkezzen a baj, és nehogy a tanult akár fizikai erőszak, vagy bármilyen atrocitás érje. Ezek a speciális védelmi intézkedések, ezeknek a végrehajtása nem a bíróság feladata, hiszen nekünk erre nincs meg a megfelelő apparátusunk. Ezt a rendőrség hajtja végre, de szükséges az, hogy a bíróság vagy a tanú ezt jelezze, és a bíróság átadja ezt a jelzést, hogy ki az, akit védelemben kell részesíteni. Ezek a bizonyos személyi védelmi intézkedések vagy eszközök, amiket akár a tévében, filmekben, krimikben láthatunk, tehát nálunk is vannak ilyenek, amiről itt az elején beszéltünk, hogy akár személyi védelemben részesítik, járőrszolgálattal védik, rendőrök védik a tanút. Lehet ez bizonyos időszakokra visszavezethető, vagy legalábbis a vallomás ideje alatt kísérik, vagy a bíróságra beérkezés kimenet idején, de ha nagyobb a fenyegetettség, akár ez hosszabb időt is igényelhet, tehát a mindennapjaiba úgymond beköltöznek a rendőrök, akár a munkahelyén, a közlekedése során folyamatosan járőrök figyelik, védik. Ha még inkább szükséges, hogy ő neki minden percét figyelemmel kísérjék, akkor természetesen csak és kizárólag a tanú vagy az áldozat, a védendő áldozat hozzájárulásával még olyan lehetőségei is vannak a rendőrségnek, hogy folyamatos hírösszeköttetésben van, tehát hallgatja a lakásában történteket, a telefon beszélgetéseit, de csak abban azért a célért, hogy az ő védelmét így biztosítani lehessen. Még egy kicsit tekernék ezen a dolgon. Mi van, ha a fenyegetettség nem azonnal jelentkezik, hanem mondjuk évek múlva? Tehát elítélik, akit elítélnek, ő kiszabadul, és a tanú attól fél, hogy bosszút fognak állni rajta. A tanúvédelmi program adta lehetőségeket jelezném, amelyben ez benne van, ez a rizikófaktor, de azért azt is fontos kiemelni, hogy a tanúvédelmi program az szűk körül, tehát csak a legsúlyosabb és a legerőszakosabb bűncselekményeknél lehet ezt alkalmazni, tehát nyilván arányban kell állni itt a védettségnek, meg a fenyegetettségnek. Ez esetben egy tanúvédelmi programba vonják be a tanúkat. Szintén a rendőrség hajtja végre és végzi ezt a tanúvédelmi programot. A rendőrségnek is az Országos Rendőrfőkapitányságon belül van egy olyan szerve, amely ezt a tanúvédelmi programot koordinálja, szervezi, és az ottani kollégák biztosítják a védelmet. Hát ez már tényleg a legextrémebb esetek, amikor a tanúnak a védelmét esetleg már a saját lakásában nem tudják biztosítani. Ilyenkor kerülhet sor arra, hogy a tanút akár elköltöztetik időszakosan, vagy akár hosszabb időre, vagy élete végéig egy másik helyre, másik lakóhelyre. Ha mondjuk büntetés végrehajtási intézetben van, akkor sor kerülhet arra, hogy átszállítják egy másik BV intézetben, máshol nem tudják a védelmét biztosítani. És egészen ez a dolog eljuthat odáig is, hogyha akkora a fenyegetettség, akkor a legextrémebb eset, amit talán nem is tudnak a nézők, hogy Magyarországon is létezik az, hogy egészen odáig eljuthatunk, hogy a nevét megváltoztatva él tovább, új okmányokat kap, és egy új néven, egy új identitással éli tovább az életét, és akkor ezt még megspékelhetjük azzal, hogy mindezt egy a lakóhelyétől, az eddigi tartózkodási helyétől egy teljesen idegen, távoli helyen teszi meg, sőt, még bevonhatjuk ebbe azt is, hogy mindezt, tehát elköltöztetik a nevét, megváltoztatják az identitása, megváltoztatják
változik, és akár még ezt külföldön folytatja tovább az életét. Nyilván ez egy óriási feladat a hatóságoknak is, és hát nyilván a felelősség a tanúnak is. A tanúvédelmi programot úgy kell elképzelni, hogy a rendőrség egy polgári jogi szerződést köt a tanúval, megállapodnak mindenben, hogy milyen feltételeket biztosít a rendőrség, hogyan védi meg, mennyi időre, mit kell neki tennie, illetve mit kell tenni a félnek annak érdekében, hogy nehogy ez kiderüljön, és hát nyilván ennek anyagi ellentételezése is van, tehát miután feladja a munkáját, az eddigi identitását, egy teljesen új helyen, új munkát végezve, új személyiséggel fog létezni, nyilván egy anyagi ellenszolgáltatást biztosít ennek érdekében az állam a tanúnak, illetve az ő családjának. Térjünk egy picit vissza arra, hogy az emberek nem tudják, hogy mit kell nekik tenni. Mi a tapasztalata, hogy ebben a tanúgondozási program után megváltozik a bírósághoz való viszonya az embereknek, könnyebben elmegye, leteszi-e azt a lelki terhet, amit a tanúskodáshoz? Hát erre nézve nekünk visszajelzésünk nem igazán van. Tehát a tanú megjelenik, megteszi a vallomását, majd pedig többet lehet, hogy nem találkozunk vele. Egy adatlapot kitölthet a tanú, és minősítheti azt, hogy milyen volt a bíróságnak a hozzávaló állása, tehát hogy milyen volt már eleve a fogadtatás a portán, és onnantól kezdve egészen a tárgyalóteremig, majd onnan kijöve, és a vallomástétel körülményei. Nem túl sűrűn tölti ki a tanúk ezt a kérdőívet, pedig rendelkezésre áll, ott van, van egy gyűjtőláda is, ahova be lehet dobni, úgyhogy ebből nagyon messze menő következtetéseket nem tudunk leszűrni, mert nagyon kis számú a visszajelzés. Mégis miből lehet lemérni egy-egy ilyen programnak az eredményességét? Hát azt gondolom magukból a statisztikákból, hogy azért, amivel kezdtük az elején, hogy a tanúzási készség és akarat az az utóbbi években megromlott. Egyre több tevékenység volt a bíróságnak, hogy megpróbálja a tanúkat valahogy odahozni és tanúvallomásra késztetni őket. Amióta ez a tanúgondozói hálózat létezik, már csak a bejelentések számaránya és a megjelent tanúk aránya alapján azért azt vesszük észre, hogy talán ez a tanúzási kedv, a tanúzási akarat köszönhetően ugye a bíróság hozzáállásának is, és ezeknek az országos programoknak is hát kissé növekedett. Igen, én is ezt tudnám ehhez hozzátenni, hogy nem felesleges a program, az abszolút biztos abból a számarányból megállapíthatóan, hogy milyen sokan telefonálnak a tanúgondozóknak, tehát milyen sokan igénybe veszik ezt a szolgáltatást. Hölgyeim, köszönöm szépen a tájékoztatást. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátást!